Módosítani kell a pécsi költségvetést, ez is szerepelt a Város Pénzügyi Bizottság előtt hétfőn. Újabb kormányzati támogatás érkezett az önkormányzathoz, ezt pedig át kell vezetni a könyvelésbe. Egy több mint 3 milliárd forintnyi tétel, azok az állam által biztosított többletforrások, amelyek például a gyermekétkeztetésre, a szociális ellátórendszerre, vagy éppen az óvodai ellátórendszerre tudnak fordítódni, tehát az állam újabb 3 milliárd forinttal megfejelte az amúgy is egyébként már rekordösszegű önkormányzati támogatást, tehát még egyszer szeretném kiemelni, hogy az a baloldali hazugság, amiben évek óta tartják az embereket, miszerint az állam kivéreztetni az önkormányzatokat, ez nem igaz, sőt éppen az ellenkezője igaz. Az önkormányzati szervezet rendszer, így Pécs is, soha ilyen mértékű állami támogatásban nem részesült még. A bizottsági elnök azt mondja, ez összesen eléri a 20 milliárd forintot. Kérdés, hogy a városvezetés valójában mire használja fel a támogatást. Azt pedig már az ő feladatuk és az ő felelősség, hogy ezeket az adóforintokat, ezeket a támogatásokat a lehető legtakarékosabban osszák be, és ne olyan pártérdekeket szolgáló kiadásokra fordítsák, amelyekből bőven volt az elmúlt ciklusban elég. Sokat is kritizáltuk ezért a városvezetést. Szerintünk egy takarékos gazdálkodásban nem férnek bele a mindenféle pártkádereknek a kifizetései, illetve homályos pénzügyi manőverek. Tudjuk, hogy több büntető eljárás is folyik, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés miatt a városvezetéssel szemben, a környékével szemben. Tehát ezért mondom még egyszer, az állami források megvannak. A helyi vállalkozások, cégek is jól teljesítettek, ami rekordméretű 14 milliárdos iparűzési adóbevételt jelent. Így a város gazdálkodásában jól, hatékonyan és a jogszabályoknak megfelelően kellene ezeket a forrásokat felosztani. Ez a városvezetés feladata, mondja politikus. Módosítani kell az idei költségvetést más miatt is. Az intézmények és a városi cégek működésére kell több forrás. Ezt a baloldali városvezetés alul tervezte, ezért kell ezt most megtenni, tudtuk meg Csizmadia Pétertől. Támogatjuk azt, hogy a költségvetés olyan módon kerüljön módosításra, hogy azzal egy kiszámítható és biztonságos működése a városnak az biztosítható legyen, hogy a pécsiek azok ne szenvedjenek hiányt semmilyen szolgáltatásban. De hát ugye tudjuk azt, hogy van velünk egy komoly adósság, amelyet a következő 2 évtizedben görgetnünk kell magunkkal. Ugye ezt a pécsi köznyelv csak Péterfi adósságként emleget. Az elmúlt években több mint 16 milliárd forinttal terhelte meg a baloldali városvezetés döntései nyomán a város kasszáját az önkormányzat. Ezt mindannyiunknak, minden pécsinek közel 25 éven keresztül fizetnünk kell. Ez pedig több százmilliós évente fizetett törlesztő részleteket jelent, amiket a pécsi buszközlekedésre vagy éppen az óvodák fejlesztésére is költhetett volna például az önkormányzat, zárta a pénzügyi bizottság elnöke.